Na sziasztok, én Gergő vagyok, és ez pedig itt a Hangi csatorna ismét, és egy olyan videó lesz, ami a jövőben lesznek ilyen videók, és fogok gyártani ilyeneket, viszont ez most újdonság lesz, úgy készüljetek, ilyen még nem volt. Ez egy úgymond trailer nézegetős reakció videó lesz. Megnézzük az új Need for Speed-et, belenézünk, hogy milyen, átnézünk három trailert, három videót, megbeszéljük, elmondom nektek, hogy mi a véleményem. Live-okban nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy mit gondolok róla, tetszik, nem tetszik, jó lesz, nem lesz jó, stb. Stb. Nem tudom, és ezért nem is trélereket sem nagyon néztem róla, de egy-kettőt megnéztem. Nem foglalkoztam vele nagyon mélyen, mert az első reakcióm katasztrofális volt erre a graffitis dologra, hogy szárnya van a kocsinak, stb. Aztán rá, utána olvastam, hogy ez nem kötelező, csak opcionális, tehát ha akarod, használod, ha nem, nem. Ott egy kicsit javultam a helyzetem, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor oké, okay, akkor mégiscsak lehet, hogy jó. Aztán rájöttem, hogyha nagyon beleélem magam, és úgy fogom átélni ezt a dolgot, hogy nagyon várom, és nagyon jó lesz, akkor meg pofára esek. Úgyhogy, amit tudni kell erről a játékról, hogy az ASAP Rocky rapper, semmit nem tudok róla a csávóról, még azt sem tudom a nevét jól ejtem, de mindegy, de ugye ő van bele téve most ebben a játékban, neki lesz játékmódja, ezért az a graffitis téma. Az olyan, mint a 2015-ös Black M Block, mindig van valakit, akit elővesznek, Steve Aoki, vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, bocsánat, skacok. De az ő volt például a Heatben, neki volt egy-két ilyen mozzanata, vagy külön trailere legalábbis. Úgyhogy a lényeg, hogy most ez a csávó van, őt húzták ki a zsebből, hogy értsétek, és igazából ennyi. Na, most a tulajdonképpen ott tartunk, hogy a Criterion Games visszakapta a játékot, sajnálatos módon. Bízom benne, hogy jót csinálnak, és az eddigi hibáikat azokat befortozzák. Például Most Wantednek az új része. Bár ott inkább a Most Wanted név volt a nagyobb probléma, meg a játék is más lett, de képzeljétek el, több cikket olvastam, és elvileg az új Most Wanted a legjobb Need for Speed összes közül ever a tesztek alapján, meg az értékelések alapján, amit nem értek. Viszont nézzük a videókat, aztán elmondom, hogy mit gondolok, aztán meglátjuk, majd reagáltok kommentbe, szerintetek milyen, stb. Legyen-e még ilyen tartalom, ez is fontos kérdés, kommentbe írjátok le, legyen-e még ilyen tartalom, ahol trélereket nézünk, még nem megjelent játékról, amivel majd persze később fogunk játszani. Aztán, ha tetszik, részemről mehetnek ezek a dolgok. Na, szóval, az első, várjátok, nem sorba kéne haladnunk, úgy kéne, hogy se tudom, hogy milyen sorrendbe kerültek fel, ez új, ez 3 héttel ezelőtt, ez pedig 1 hónappal ezelőtt, akkor sorba vagyunk. Nézzük az első videót, aztán meglátjuk, hogy mégis milyen, majd mondom, hogy mit gondolok. Egyébként, akkor már itt meg is akasztanám a dolgot, bocsánat. Ennél a résznél nekem olyan, mintha itt egy kicsit rajzolt lenne a dolog, és itt egy csöppet megijedtem, de úgy vettem észre, hogy az autók nem rajzoltak, hanem igen-igen normális módon ki vannak dolgozva, szóval ezzel szerintem nem lesz probléma. Egyébként így ezekkel a rajzolt karakterekkel ezt mindenképpen akkor így hozzáfűzöm. Nekem abszolút nincsen bajom, nem tudom ti hogy látjátok, az élő szereplő sem sokkal jobb. Itt legalább tényleg minden customizálható, olyan csinálsz, amilyet akarsz, lehet, hogy még itt tényleg a ruhák is, stb. Fognak változni. Ha meg az online jobban előtérbe kerül, akkor ezzel szerintem abszolút nincsen probléma, ez egy működőképes koncepció lehet. Emiatt én nem ásnám el a játékot. Az effektek, meg ez a gumifüst, meg ezek a szárny nitrózásnál, meg a kipufogó, meg stb. Erre meg az a véleményem, hogy bár így átomom, ne, csak eszne, bazd meg, csak könyörögve kérlek titeket, eszne. Aztán úgy gondolkoztam, hogy az SSX-ben is azt hiszem volt hasonló, vagy valami, ott is valami hasonló téma volt régen,
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de nem biztos, hogy ezzel baj lesz, sőt, szerintem fogjuk is használni ezeket. Én lehet, hogy azt mondom, hogy most ilyen ijegység van bennünk, aztán közben meg ott van, hogy basszus, amúgy meg lehet, hogy annyira látványos lesz, hogy annyira jól lesz tényleg megcsinálva, meg így kreatív lesz, hogy nem is lesz, még örülünk, hogy van. Jó, a rendőrök, a Ford Ranger, Raptor, jól látom? Azért az jó, hogy a rendőröket egy kicsit így változtattak rajta, hogy ez tényleg legalább egy ilyen apró újítás, de legalább olyan, amit eddig még nem láthattunk. Jött az a kocsi tuning, ez brutális. Tehát én nem vagyok alapból egy ilyen nagy mercis, de ez brutál. Tehát szerintem a tuning az oké, attól nem félek, az rendben lesz. Jó, az fontos, hogy ne dőljünk be a franchise-nak, annak a remek tulajdonságának, hogy fasz a trélert, még te is tudsz összevágni, egy kicsit bóckodsz a játékba, nem ennyire faszád, de azért tudsz, tehát ha még többet belevesz, akkor meg amúgy igen, tehát itt lehet egy jó trélert úgy összerakni, hogy bepisíltek tőle, aztán közben a játék egy hulladék, tehát itt az Undercover bebizonyította számomra, hogy amúgy ez létező dolog, tehát simán lehet hülyét csinálni az emberből. Jó a trailer, azt a játék meg olyan, hogy inkább elásnád. De azt gondolom, hogy ez rendben van. Én azt mondom, tehát akkor így röviden, a tuning az oké, a rajzolt karakterekkel nincs bajom, a graffititől félek, de valószínűleg még a végén mi is használni fogjuk, mert lehet, hogy ez meg tök nagy buli lesz. És erre a graffitire rátérnék, hogy a Hot Pursuit 1-2, utána jött egy újítás, a tuning. Utána jött egy újítás, az a nyílt világ. De jött egy újítás, a zárt pálya. Szerintem jó, hogy van, én örülök neki. Én abszolút támogatom a zárt pályás Need for Speed-eket. Jobb a Open World, de például egy zárt pályás, egy Hot Pursuit Open World, nem a Hot Pursuit, hülyeséget beszélek, egy Undercover Open World-ihez képest, akkor inkább zárt pályás és jó minőségű, mint Open World és szar. Tehát én inkább ennek vagyok a híve. Tehát ezen kívül behozták a shifteket, ami már azt mondom, hogy talán ilyen szimulátor jellegű lett. Ott is hoztak újítást, például amikor már az autóból full versenyautót tudtál csinálni, akkor ott volt a The Run, ami megint egy újítás, egy teljesen új téma. Én azt gondolom, hogy a Need for Speed folyamatosan fejleszt és új dolgokat hoz, és egyébként ezzel nincsen baj, mert mindig ugyanazt csinálják, egy idő után unalmas. Tehát kinek mi, kommentben megint jöhetnek a válaszok, én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma. Következő videónk, hagyom is, hogy végigmenjen, és akkor a végén áttárgyaljuk, jó? Na szóval, amit észrevettem, itt akkor most meg fogom álligatni. Ami fixen látszódik ebbe a videóba, hogy már be van lassulva, tehát az előző trailerhez képest jóval le van fékezve a történet. Itt a rendőrök elindulásán is teljesen kivehető, hogy már nem pörög úgy a dolog. Ebből a szemszögből ez nagyon gagyi. Nekem nem tetszik.
mondjuk abban nem kötök bele. Mindenben nem szeretnék. Viszont ez, gyerekek, inkább ne legyen az játékban semmilyen karakter, sétáló karakter, mint hogy szuper szamuráj ninják ugráljanak előlem úgy, hogy konkrétan alig várják, hogy az utolsó másodpercben így lepattanhassanak majdnem, hogy a kocsimról, de mégis megusszák. Ez nagyon gáz. Nem tudom, ez nekem ezeket a dolgokat szoktam kell, ez a szárny, meglátjuk. Jó, a grafika az úgy rendben lesz, még ha nem is jó helyen állítottam meg egyébként a videót, de az látszódik, hogy kívül belül az autó kidolgozva, viszont hogy miért is belső nézet megint, azt nem értem, tehát hogy most már azért alap lenne, nem érdekel, hogy Need for Speed alapnak kéne lennie. Az, hogy a rendőrök megint 3000-rel jönnek, gondolom azt nem kell taglalni. Sose volt máshogy. Annyit kérek itt a tuningoknál, hogy ez a kártyás rendszer ne legyen. Tehát, hogyha én szeretnék tuningolni autót, akkor azt hagyd tudjam tuningolni úgy, hogy motorikus 1-es, 2-es, 3-as fokozat, ha nem szeretném, hogyha ez máshogy lenne, de erre nem tudok. Valakinek van infója, akkor nyugodtan írjátok. Mi volt azon az autón ott? Ezen mi ez az óriás cucc? Mik ezek a szívecskék? Cupidó? Na, ez fura volt! Jó, az autó teljesen rendben van. És itt fog látszódni, és nem is fogom megállítani, figyeljetek a Ford Mustangot, meg a Nissan 350 vagy 70Z-t, ebből nem állapítom meg, amikor összekoccannak. Az irányítás még lehet rossz, de a fizika az viszonylag úgy látom, hogy rendben lesz. Itt. Itt a rendőrautó borulását, ha nézitek amúgy, az viszont gagyi. Az látszódik, hogy gagyi. Az nem volt valami... Jó, mondjuk van rosszabb, de azért ott én húznám a számot még. Az kicsit ott javíthattak volna rajta a készítők. És akkor ezt is hagyom, hogy végigmenjem. Ne. Ugye nem tudjuk az autót irányítani a levegőbe. És akkor, hogy bele fog érni, vagy ő irányítja az autót a levegőbe? Szerintem az ott lehet döntögetni a kocsit, de bízok benne, hogy nem. De nagyon úgy tűnt. De csak nem. Nem hiszem, nem tudnám elképzelni. Nekem ezek a pályán menni körbe, elütni dolgokat, pontokért neki menni, engem sose fogott meg. Lehet, hogy nektek tetszik, meg tök jó dolog, de valahogy nekem ez mindig ilyen gagyi, tehát egyszerűen egy drift legyen, nem akarok elütni semmit, meg eltalálni bójákat, meg eltalálni osztopokat, de ha többen azt mondjátok, hogy ez menő, akkor legyen így. Szóval összességében az a véleményem a játékra, hogyha érdekel titeket, az is sem állítottam meg olyan sűrűn, amit így kiszúrtam, vagy amit gondoltam, azt elmondtam nektek. Szóval az a véleményem a játékról összességében, hogy a Criterion Games csinálja, itt van egy ilyen félelem bennem, de adott nekik egy esélyt. Maga a játék látványos, jól néz ki,
az, hogy milyen hosszú, mennyi kocsi, hát mondjuk a kocsik számát azt láttam, de most nem akarok hülyeséget mondani, de azt nagyjából vágom, lesz benne bőven. Úgy gondolom, grafika oké, készítő kérdőjel, ez a graffiti inkább nem, de aztán meg szerintem a végén, mikor már látjuk, akkor lesz egy inkább igen. Ezen kívül azt gondolom, az irányítás nagyon nagy kérdője. A sztorinál, a hitnél is azt mondták, hogy hosszú lesz és tartalmas, ahhoz képest rövid lett, mondjuk a játékkal nekem nem volt bajom. Úgyhogy ennek függvényében én ennyit tudtam elmondani, amit kiszúrtam, vagy észrevettem, mint dolgokat, azokat megmutattam. Nem tudom, hogy ez így tetszette, a jövőben foglalkozzak-e ilyen dolgokkal. Viszont igyekszem úgy csinálni a jövőben, hogy nem nézek meg trélert, hanem szándékosan azt fogom csinálni, hogy egy-kettőt láttam, hogy akkor fogom megnézni, amikor ez a videó felvételre kerül, és lehetőleg minél előbb, hogy akkor tényleg az lesz, hogy ott van, és én is meglepődök, ha nem, azt meg látni fogjátok. Úgyhogy mindenkinek szép napot, pacsi nektek, nem sokára live, bár amikor videót nézed, lehet, hogy éppen nem, de 8-kor mindenképp. Ne csőj mindenkinek, sziasztok!